Ezen a 6 hektáros területen épül majd börtön Kemecsén. Itt részlegesen már a termelés alól is kivonták a területet. Ezt, valamint a közművesítést ingyenesen biztosítja a város önkormányzata. A magyar kormány még tavaly hirdetett meg egy pályázatot. Ennek eredményeként az országban 8 településen épül börtön a közeljövőben. Ezek közül 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kemecsei létesítmény építése jövő tavasszal kezdődik, és 2018 nyarán fejeződik majd be. 550 fő befogadására lesz majd alkalmas a létesítmény, amelynek üzemeltetéséhez 250 munkavállalóra van szükség. Ezt a 250 munkavállaló kérdésében is már komoly egyeztetéseket folytattunk személyügyi kérdésekben. Kemecse honlapján is megjelent többek között az az információ, hogy milyen szempontok alapján történik a kiválasztás is. Itt a Kemecse is térségéből, itt ebből a térségből közel, hát most természetesen kellenek majd szakemberek, akik a meglévő rendszerből a tapasztalatot hozzák, de több mint 200-220 munkavállalót a Magyar Állam, vagyis a Büntetés Végrehajtási Intézet, az Kemecse és térségéből kívánja fölvenni ezeket a munkavállalókat. Elsősorban ugyebár érettségivel rendelkezők, és természetesen felsőfokú végzettséggel, főiskola, egyetem, BA, BSC, AMSC képzéssel rendelkező munkatársakat is várunk. A munkaerőtoborzás már szeptemberben indul, először őröket keresnek majd. Csenger külterületén is börtön épül majd, ezen az 5,5 hektáros területen. Itt 500 férőhelyesre tervezték az intézetet, amelynek építését 2017 márciusában kezdik el. A létesítmény működéséhez itt is 250 munkavállalóra lesz szükség, akik majd egy komoly szűrésen esnek át. Egészségügyi vizsga, fizikai és pszichikai teszt után ősztől már állományba is veszik őket, és fizetést is kapnak. Csengerben középiskolai rendészeti képzést is biztosítanak az érdeklődőknek, valamint egy 6,5 hónapos felnőtt képzést is szeretne helyben megvalósítani a város vezetése. A Csengeri Gimnázium már rendészeti képzéssel gondolkodik azon, hogy az alapképzést meg fogja adni az odavágyó dolgozóknak, és a rendészeti képzés után, amikor érettségit szereznek és szakmát szereznek, akkor utána pedig a Büntetés Végrehajtási Intézetnek szeretnénk, hogy egy ilyen felnőtt képzési rendszerébe tudnának tovább tanulni. Még nem tudjuk, hogy Csengerben lesz-e a képzés, vagy Budapestre be kell lesz járni, de ha Budapesten lesz a képzés, akkor is hétköznap kell nekik beutazni, hétvégén hazajöhetnek, és minden úti költséget, szállást, étkezést az intézet, a Bokországos Parancsnokság fog majd állni. A kezdő fizetés, akik már szeptemberben jelentkeznek, bruttó 220 ezer forinttól fölfelé lesz, ez az alapfizetés. A tisztek kezdő fizetése bruttó 300 ezer forint lesz majd, de más ágazatba is keresik a munkavállalókat, például egészségügyi és konyhai dolgozókat is alkalmaznak majd az intézetekben. A országos parancsnokság tervez még egy 50 fős non-profit KFT-t, amelybe szintén olyan szakemberek kerülhetnek be, akik majd a munkaerő közvetítésnél fognak szerepet játszani. Itt nyilván kellene könyvelők, kellenek majd különböző szakemberek, agrármérnökök, gépészmérnökök, attól függ, hogy milyen szakokat és milyen munkahelyeket fognak majd ott, munkavégzéseket fognak végrehajtani az intézetben lévők és a fogvatartottak. A település polgármestere hozzátette, mivel Csenger is térsége határmenti város, ezért az ott lakók már hozzászoktak az egyenruhásokhoz. Az önkormányzat lakótelepet is szeretne kialakítani azok számára, akik majd a börtönben dolgoznak és ezért Csengerbe költöznének. Így a település egy teljes életpályamodellt kínál a fiatalok számára.